Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Teaházban, és meghívom Önöket egy csésze harmóniára. És miközben elteázunk, talán érdemes elgondolkodni azon, hogyha most megkérdeznék tőlünk, hogy milyen is a mi életünk, mennyire harmonikus, akkor mit válaszolnánk? Ízlelgessük a válaszokat. Teaházunk mai vendége Barta Csupe Ernő, képzőművész szobrász. Szeretettel köszöntünk a Teaházban, és már neki is fogtunk a teázásnak. És azon gondolkodtam, hogy az eddigi életutad az rendkívül színes, tele van ötletekkel, megvalósításokkal. És mik mégis a legfontosabb állomások, amiket érdemes lenne itt megemlíteni? Mik azok az állomások, amik fontosak voltak egészen addig, amíg eljutottál a művészethez? Az imént említetted a harmóniát. Hát ez a legfontosabb. Ennek a keresése, és ez a harmónia, ez mindenre megvan. Te a csészébe is, meg bármi körülöttünk van. Ugye, mielőtt bejöttem volna ide, Rigolettót hallottam. Rigolett ott a fán. Ugye a Rigó énekelt, és annak örültem. És ilyen dolgoknak kell, a pillanatnak, a pillanat örömeinek. Azok jelentik a harmóniát. Annak tudunk örülni. Ezek a fontosak. A te neveddel különböző helyzetekben ismerkedhettek meg az emberek, és hogy lehetett eljutni az üzletembertől a művészemberig? Mert azért, ha józanok vagyunk és megnézzük a társadalmunkat, általában úgy szokott lenni, hogy mindenki a hivatását félreteszi, és elmegy üzletembernek. A te esetedben a művészet győzött. Hát én lehet, hogy nem vagyok józan. De ez nekem így jó, és tényleg erre vagyok mondjuk magamra a legbüszkébb, hogy abból a világból át tudtam jönni, hát úgy 90%-ban, mert minden ember valahol üzletember is, mert meg kell élni, van egy realitás. Csak ha ez nem cél, hanem eszköz, akkor sokkal könnyebb ezeket a dolgokat megélni. Nekem sosem volt cél az anyagi, hanem eszköz volt az, hogy megvalósíthassam, amit szerettem volna. És ezért nagyon szerencsés embernek tartom magam, mert tényleg rengeteg dolgot meg tudtam valósítani, és mindig, amit szerettem volna. Elsősorban a szabadságot, ez volt a vezérfonal, ez volt a fő célom, hogy szabadon éljek. És szerintem ez a legnagyobb dolog, hogy valaki szabadon élhessen. De ez megvalósítható. Csak az álmunkat úgy kell kivetítsük, hogy beleférjen, mert ha örökké elégedetlenek vagyunk, akkor ez sosem igaz. És hogyha meg kellene fogalmaznod a művészetednek a lényegét röviden, akkor mit mondanál? Az ember, vagy én legalábbis szeretek egy világot kialakítani magam körül. Egy olyan világot, ami nekem kedves, ami nekem harmonikus, ami nekem... És végül is ez történik, a harmónia természettel, az emberrel. És ez a művészet, ez a harmónia. Jó, hát akkor most nézzük meg együtt, hogy milyen is a te mindennapi életed. Józsi, hol jártál? Józsi! Az élet egy álom. Állandó utazás különböző világok között. Állítja Barta Csupe Ernő, a művész, akit gyermekkora óta szabadságvágya és alkotói ösztöne vezérel. Ő az az ember, akinek sikerült egy irányba térítenie szerteágazó, mozgalmas életútját.
megteremtette a maga kisvilágát, ahova visszavonulhat az űrzavaros, zajos nagyvilágtól, ahol önmagára talál és alkotni kíván. Ez egy olyan hely, ahol a kívülálló számára is átértékelődik a tér és az idő fogalma, ahol a beszélgetés végtelen, a tárgyak megelevenednek, és közelebb hozzák a látogatóhoz gazdájukat, múltjával, jelenével és jövőjével együtt. Mindig kell egy hely, ahol megvan az embernek az intimitása, a csend. Hát végülis mindig ezt kerestem, de az abszolút csendet, az abszolút nyugalmat az ember nem találja meg, de nem is szükséges. Csak időnként. Nálam is egy utazás végül is mindig a város és a természet között. Egyik nélkül sem tudok élni, mind a kettő szükséges. Csak fontos, hogy én határozzam meg azt, és én legyek az ura ennek, amennyire lehetséges. Végül is a természet alkotta elemek, szerves elemek, ezek nagyon-nagyon közel állnak hozzám. Nagyon szeretem őket. És az első számú tanárom a természet, akitől látni alkotásokat. És ezeket összegyűjti az ember, megnézi, elfelejti, és valamikor csak így lecsapódik egy gondolat. Egy megkövesedett gondolat, vagy egy kimerevedett forma, amit ugye valamilyen anyagban megalkotunk. A művész nagyobb térre vágyik. Tágasabb műtermet, valódi művésztelepet szeretne létrehozni. Itt a természetben, a lelkileg és földrajzilag is magáénak tudott otthonában. A terv az óriási, de óriási. Hát attól függ, hogyan vesszük végül is. Itt egy művésztanya, hogyha meg kell nevezni, de az is már leszorítja. Egy olyan hely, ahol jól érezzük magunkat, akik hasonlóan gondolkodunk, és ilyenre van igényünk. Végül is több épületre gondoltam, ami kerámia műhely, ami kovács műhely, meg ugye... akkor ilyen bemutató terem, több generációs projekt. Hát itt minden meg lesz mozgatva, végül is lesznek. Szeretnék oda egy amfiteátrumot, ami már adott, ugye. Lesz lendárt, lesz egyéb olyan beavatkozás, ami nem fogja zavarni a természetet. Marad a természet,
és az utazás. Az is derékig napraforgó mezőben. Sok mindent láthattunk a filmen, és sok mindent hallhattunk. Többek között egy olyant is, hogy az élet az egy álom. Amikor ezt mondod, mire gondolsz? Hát elsősorban, hát annyira keveset tudunk az életről, magunkról, a világról, meg egyszerűen, ahogy élünk, vagyunk, ma vagyunk, holnap nem vagyunk, meg minden, ami körülvesz, hogy ez arra késztet, hogy ne is konkrét. Szóval arra gondoljak, hogy ez is egy álomszerű valóság, ha így lehet fogalmazni. Ami folytatódik azzal, vagy kiegészítődik azzal, hogy utazás világok között, és akkor milyen világok között? Végül is, hát a művésznek az a szerepe, ugye, hogy a két világot összehozza, ugye, ahol én sokszor érzem is, hogy nem is szerénység nélkül mondhatom, hogy fő jellemzőm a kreativitás, szóval annyira, hogy nem tudom feldolgozni, és hogy minden a kreativitáson alapul. Még az üzleteim is addig érdekeltek, ami ez egy kreativitás volt, amit megalkottam. Utána nem érdekelt, utána továbbadtam, vagy embereim vitték tovább, vagy amit nagyon tisztelek, végül is sokkal nagyobb munkának tartom a mindennapi robotolást ebben, mint megvalósítani. De nekem valahogy ez a lételemem az alkotás. És ez mindenben kísér. Nem is tartom az én érdememnek ezt az alkotást végül is, mert egy olyan megfoghatatlan és olyan szinte irreális, hogy jönnek az ötletek és jönnek a gondolatok, hogy hát én közvetítőnek érzem magam végül is két világ között, ami nem is az én érdemem, nem is tekintetem az én érdememnek. Mert ide nem lehetsz elég okos, vagy nem lehetsz elég ügyes, ezek jönnek, ez egy adottság. Valaki ad. A polcodon többféle vallási szimbólumot láthattunk egymás mellett. Ezek hogy férnek meg egymás mellett, vagy melyik az, amelyik leginkább befolyásolt téged? Hát engem nem. Különösebbképpen egyik sem, vagyis mindenik befolyásol, és hát végülis ezek összefüggnek egymással, azért is vannak egymás mellett. A világ is összefügg, minden összefügg. Csak persze különböző színfoltok vannak rajta, és mondjuk ez így szép, és nem is szeretném én a világot megváltoztatni, ezt így vagy van, és bár vallás van, és amilyen vallások. Csak én itt is meg szeretném magamnak őrizni ezt a szabadságot, hogy én szabad legyek a vallások közt is. Ezek kulcsszavak nálad, mint természet, meg szabadság, meg ahogy láttuk, ahogy mozogsz a természetben, és mennyire fontos neked a vele való érintkezés azért. Ez akkor kulcsszó, ugye? Vagy egyik kulcsszó? Igen, egyik kulcsszó. Egyik létellem visszavezethető talán gyerekkorban, nagyon fontos a gyerekkor, mint ahogy végül is összeáll az ember élete, mint egy ilyen összerakós játék. Hát a legfontosabb élményem a törökvágási nagymamám kertje, ugye. Az volt az én birodalmam, és valószínű, hogy mindig azt szeretném megvalósítani. És egy egyszerű dolog, és az ember ezt követi egész életében, hogy ezt megvalósítsa. És ne lehet, nem tudja, de tudat alatt ez benne van.